Az orosz megszállók elől hamis orvosi papírokkal mentették Herszonban az ukrán árva gyerekeket. A dél-ukrajnai város kórházában a háború kitörése utáni napokban a személyzet tervet készített a gyerekek megóvására, ugyanis biztosak voltak benne, hogy az oroszok magukkal fogják vinni őket, hogy orosz családok fogadhassák őket örökbe. A gyermekkórházban hamis orvosi papírokat állítottak ki a kicsik számára, amelyek azt jelezték, a gyerekek súlyos egészségügyi helyzetük miatt nincsenek szállítható állapotban. Féltünk a helyi árvaházba adni őket, ezért minden árva gyereket a kórházban tartottunk. Akiket itt kezeltek, itt is maradtak. Egyiküket sem vittük át az árvaházba. És jól tettük, ugyanis az árvaházat később kiürítették, akik viszont itt voltak velünk, azokat nem vitték el az oroszok. Mindent megtettünk, hogy elrejtsük őket, meg is mentettük őket, mondja ez az ukrán nővér. A helyi sajtó a háború elején sokat cikkezett arról, hogy az orosz hadsereg ukrán gyerekeket fog magával cipelni, hogy Oroszországban sok gyermektelen pár örökbe tudja fogadni őket. Arról is írtak, hogy korrupt ukrán hivatalnokok segédletével ukrán árva gyerekeket szállítottak orosz területekre az ukrán gyermekvédelmi hatóságok engedélye nélkül. Mintegy 1000 ukrán gyerekről tudunk, akiket törvénytelenül Oroszországba vittek. Iskolákból vitték el őket például, listákkal érkeztek a megszállók. Van, hogy teljes osztályok tűntek el, elvitték őket. Az orosz hatóságok a jelenséget azzal indokolják, hogy ezeket a gyerekeket a háborús helyzetek és a háborús veszély elől menekítették biztonságos helyre.